Bevallom, én is voltam egy ilyen kapcsolatban, azért tudok erről beszélni, egy ilyen nem fizikailag, hanem pszichikailag bántalmazó Szerintem. Kapcsolatban, és már hiába tartom egy erős karakternek, vagy erős egyéniségnek magam, annyira hat rám valahogy az elmével, hogy tényleg félek már. Vagy a kémiával. Akár, de nem csak azzal, hanem tényleg pszichikailag, hogy én is csináltam meg olyan dolgot, ami nem fogok. Egyet. Mit csinálszik? Mutasd már! De semmi, nem ezzel kapcsolatos, csak engem is tudott rávenni. Nem. Akkor, nem egy konkrét dologra, hanem egy hasonlóra mondjuk. Nem, ez majd ezt négy szem közt, ez biztos, hogy nem szeretném elmondani. Nem mondtam, hogy gyere be az öltözőbe. Nem, azt majd, ha az adáson kívül itt a felvételnek vége, akkor elmondom. De nem szeret. Na mindegy, az a lényeg, hogy én se vettem észre, hiába mondták azt a barátaim, meg az ismerőseim. Tudtam, hogy abba vagyok, de nem tudtam szabadulni, ezért el kellett mennem egy pszichológushoz. Mit tanácsolt a pszichológus? Hát, hogy nekem rossz a kötődési mintám, hát nagyon sokszor el kellett mennem, meg el kéne mennem. Egy rossz kötődési minta van kialakulóban, vagy van nálam, és... A férfinő között? Igen. Kötődés? Igen, és újra kéne írnom ezt a kötődési mintát, és akkor valószínűleg nem ilyen típusú férfiakba szeretnék bele, mint az a típusú férfi, akiben én beleszerettem. Nagyon nehéz, tehát, hogy egy csomó minden, tehát tényleg ez az ember benne tud ragadni, vagy ki tud alakulni.